Februárban lesznek elvonulások, illetve egy elvonulásunk lesz februárban, aki még nem járt elvonuláson, egy nagyon erős tudattisztító technika, amiben nem egy menetben, hanem többször visszatérve folyamatosan tisztítjuk az elménk félreértéseit arra nézve, hogy mi az élet, mi vagyok én, ki vagyok én, mi egy másik, miért élek, egyáltalán mi ez az egész, míg el nem jutunk a létezés legmagasabb szintjére, ahol bepillantva az egész életet más fényben tudjuk utána látni. Nagyon-nagyon fontos, mert az a tudat, ami még soha nem látott önmagán túlra, az a tudat elhiszi folyamatosan a fizikai valóság korlátozó mi voltát. Ez a fizikai valóság addig korlátozó, amíg csak fizikai valóságnak ismered és látod. Onnantól kezdve, hogy megismered a többi dimenziót és megismered az élet más szintjeit, onnantól kezdve, és hajlandó vagy ezen tartalmasan és tudatosan dolgozni, onnantól kezdve a fizikai valóság elkezd a tenyeredből enni. Kell egy kicsi idő hozzá, itt a bologatnak többen, kell egy kicsi idő hozzá, nagy kaland. Számos életed volt már, kinek nem? És nem van, hogy tegye fel a kezdeni, mert nem fogok. Hány életed volt? Számos életed volt már, oké? Okay? Nem tudsz róla, egy kalomparmát felhalmoztál. Jó? Ezt nem lehet egy terápiás ülésben, egy beszélgetésben, egy meditációs elvonulásban, meg egy ilyen vasárnap délután elintézni. Mit nekem mindenség, majd amit itt pár száz élet alatt megcsináltam, azt most hirtelen kiradírozzuk. Viszont nem is kell eszenvedned. Nem csak érts hozzá, hogy mit kezd vele. Jó? Úgy indulsz, hogy van egy túltanyag. Kész. Mikor ez? Viszed. A tudatlan ember viszi baláláig, és nem érted, hogy miért görnyed meg korán. Ezért. A tudatos ember meg nem görnyed meg, mert nem viszi baláláig, hanem már menet közben egy osztogatja belőle, hogy fújj el oda gondolat, ezt nem kérem, ezt a meggyőződést szintén nem kérem. És elkezdi megvizsgálni a tudatának tartalmát, míg azt ki nem üríti. Mindig akkor a területet tudsz kitisztítani egy-egy akár elvonuláson, akár egy hosszabb kineziológiai folyamatban. Mindig akkor a területet tudsz kitisztítani a tudatodban, ami éppen karmát folytán lehetőségedben áll. Soha nem tudod, mikor jön a nagy váltás, amikor egyszerre többet is megtehetsz. Nem csak egy adag karma, egy adag elvonulás, egy adag karma, egy adag stressz. Tehát ez egy darabig így megy, hogy egy, és így pingpongozol, te meg a karma, oda-vissza adod egymásnak a dolgokat. Egy idő után azonban ez nem így működik, hanem elkezd hatványozottan működni. Az utad elején azonban egy kicsit így felborulsz alkalmanként, és a tudatosság ebben segít. Valamit, ha látogatod azokat az alkalmakat, helyeket, ahol sokan mások szintén tudatosak. Jó? Erre azért van szükséged, mert amikor éppen megbillennél, akkor sokan mások tudatosságával egyszer csak újra állsz, a lábodon állsz. Jó? Mindenkinek van olyan pillanata, amikor éppen rossz faszban van, amikor mély repülésben van, ha ilyenkor tudatos helyre jársz, akkor felhúzzák, feljön az energia, csatlakozik a többiekéhez. Ha kerülöd, akkor ilyen hullámvasutas lesz egy kicsit az életed, se baj. Majd, amíg szereted ezt a hullámvasutazást, amíg így csinálod, amikor megunod, akkor egyszer csak döntesz úgy, hogy hát én döntök arról, hogy milyen életstílus van, életmódon, és hogyan élek, döntesz róla, és fogod magad, és máshogy élsz. Ilyen egyszerű az élet. Fogod magad, és máshogy élsz. Szörnyűt mondtam, mi? Igen, kis